Elhatároztuk, hogy figyelemmel kísérjük egy hétköznapi helyzetet, amelyben egy házas pár figyelem központjába kerül. Természetesen az összes ismerős is jelen van, hogy növeljék a feszültséget, és amikor az egész cirkusz megkezdődik, a média kísérettel folyik a dolog. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Boldogság kell, formáljunk rá jogot. Miről beszélsz? Szeretnék lelki életet. Ezt nem hiszed, bár szólni sem lehet. Mondd! Nem jó velem most már az ágyban. Őszintén mondd, mit tenne jót? Próbáljunk ki néhány új pozíciót. Drágám Vali, veled nincs semmi baj. Pont úgy kívánok most is, mint tavaly. Egyszer azt tagolták a Tabuk nélküli showban, ahol ilyen kényes témákról szó van, és a szex a házasságban volt a téma. A férfiak 72%-a unja már a dolgot banálisan, inkább csinálná hát... Kérem, mondja! Mondjad, kicsim, ha ezt kell. Ha ez már bevele, elhagyom magam! Egy jó házasságban nincsen tabu. Vali! Ne titkold el vágyaid előtt. Vágyom annyi csak, hogy hagyjál békén! Ez Tasnádi István kortárs magyar szerző drámaírónak az egyik drámája, Finito a címe. Van egy alcíme, a Magyar Zombi. Én ezt a Magyar Zombi címet, ezt sokkal jobban szeretem. Blondin Gáspárról szól, aki egy mindennapi ember közülünk, és az ő egy éjszakájáról, miután elveszítette a munkahelyét. Vagy mi lesz? Hová tolnék? Mindenki bújsza, ez jön szóba, csak hogy ne kelljen beszélni róla! Én megteszem, fogd rá a szádat! Mit cirkuszolsz, papa? Úgyis leváglak! Azt hiszem, hogy mindenki, hogyha nem is a Blondin Gáspárral, de legalább egy szereplővel a darabból tud azonosulni, hiszen a mindennapjainkról beszél, a napi problémákat dolgozza fel, de úgy, hogy ezen nevetni is tudunk persze. Blondinok! Blondinok! Blondin Gáspár! Doktor Jóas vagyok! A tengelyem körül most szép lassan megfordul. Próbáltam beleírni magam, és én úgy érzem, hogy talán sikerült. Ezt inkább a nézőktől kellene megkérdezni, de én úgy érzem, hogy összejött. Elindulok most feltartott kezekkel. Nem lesz semmi trükk, váratlan mozdulat. Nem lesz ígérem furcsa fordulat. Csak beszélni szeretnék magával. Mondjuk, hallj! Nyugodj, Robert! Nem lesz semmi baj! Szerintem ez a való világ. Én pontosan így van. A darabban megtalálható a hétfőbűn. Ebben azt hiszem nyugodtan mondhatom, beteg társadalom, beteg korban, amiben élünk, ezek ilyenek történnek. Tehát az ember halálát is elbírja adni, meg is veszik, sajnos ilyen időket él. Pénzért. Pénzért, pontosan. Pénzért, meg másért is. A végeredményben ugye pénz a vége, de hát ez ilyen idők, ugye. Minden eladó. És minden show. 2 milliót hoztam. Nyugodtan tartsa meg a lelkét, én bélszínáron megveszem a testét. Nem értem. Mit nem érted? Mit nem értezem? A belgának majd videóra veszem, ahogy magát egy márkás ruhában betonböntjük a szerelőaknába. Ezért nekem 2 milliót fizet. 2 és fele. Én ebben nem hiszek. Csak nyissa ki, valamit mutatok. Milyen érzés ebben a darabban játszani? Hát nagyon jó érzés, minden darabban nagyon jó érzés játszani, de főleg így egy ilyen bemutató után, amikor a közönség ennyire szereti a darabot. Hát nem tudom, nagyon felemelő érzés. Elmondhatatlan érzés. Gáspár, az én pályámnak lőttek! Ha csak maga. Szóval, ha tüntetőleg miattam gyilkolná meg önmagát, azt felrázná a rajongók táborát. Mit szól hozzá, Gáspár? Vagy ez az utolsó éjszakája, ne tegyenek itt öntre! Olivia! Halála után felválasztatom a kéményt! Megcsináltatom a kerítét! Kapulj, Gáspár! Kezdem, hogy csak akar hívesz! Olivia! Nem méltó a nemzet özvegyéhez! Szabad! Mi van? Szabad egy táncra vagy! Mit veszít? Az ítson! Ne féljen tőle!
ez az! Mondták már, hogy pompásan táncol? Mihez fog kezdeni ennyi pénzzel? Nem könnyű jól elkölteni, utazhatna bárhova. Mondjuk Grand Canaryra. Sokszor voltam, ismerem. Megmutatom szívesen. Én azt hiszem, hogy itt az előadás még nem fejeződött be. Szerintem itt az emberek, amikor elmennek, még akkor kezdenek gondolkodni, mert ugye ez a mostani helyzetét, az itteni mostani helyzetet mutatja be teljes valóságában. Na most ugye ez ki van figurázva persze, de ha megnézzük, hogy egy kis embernek a halálából is mennyien tudnának hasznot húzni, tehát ez tényleg egy komédiának készül, de ez tulajdonképpen egy tragédia, meg a mi ezt a szürke hétköznapunkat, meg ezt a tragikus életünket mutatja be. Hallottunk egy jó receptet. El tudja mondani, hogy a sikeres házasság titka, hogy mi az? Ez a leves, ez a recept. A sikeres házasság titka. Miért? Mert minden természetes anyagból van. Drága barátaim, ez házikos, nem halmi instant lé. Benne van a jó házasság titka. Abból áll össze, hogy a fazékba belecsúsztatunk, beleágyazunk. Egy jó öreg tyúk két szép formás szombikáját, egy fiatal kurikulós kakas két tökét. Egy jókora sárga répát, nem feldarabolva, úgy egészbe. Kell még hozzá leves, zöldség, fokhagyma, pici tárkony, só, bors, kömény mag, babérlevél, egy pici csípős paprika és rozmaring. Ezt lassú tűzön rotyogtatni, majd tojásból és lisztből gyúrott, nyújtott tésztával befőzni. És ez mind összefügg tulajdonképpen a házassággal, ha úgy belegondolunk. A házassággal, a jó házassággal. Miért? Mert minden természetesen megy, minden az életből merítődik, az összetételei ennek a levesnek. Nem pedig ilyen, hogy vegeta, instant levesek, ilyen gyors levesek, hát mégiscsak ez az életnek, a házasságnak a titka. 2 milliót kapsz az ő nagytól holnap. Ennyit fizet a hullámért. Csak egy férfi kéne, kivel kicsit boldog lennék végre. Már órák óta tart a túzdráma, nagy ábrándul. Úgy tűnik hiába minden, közel a perc, a véres dátum, hisz éjfélkor lejár az ultimátum, nincs kompromisszum, nincs megegyezés, nem aztán szép szó higgadt érvelés. Bégás pár, félő, végezni fog magával. Közeleg a vég, tragikus gyorsasággal. Fogy az idő. Fogy a remény. Reszlik hallnak a Mirtin, nagy ábránt! Úgy érzem, hogy a karakteremnek a hivatása, tehát a riporterkel is, az teljesen távol áll tőlem, tehát hogy soha életemben ilyesmivel nem foglalkoztam, de azért élveztem. Tehát igyekeztem úgy kialakítani a szerepemet azért, hogy tehát nyilván, hogy nekem is jó legyen, meg hogy a nézőknek is tetszen, amit láthatnak. Szinte minden problémáról van szó, amit az életünkben is van, ebben a drámai alkotásban is úgy szintén, ahogy észrevettük. Hát igen, ez úgymond a közembernek az összes problémáit fölismerhető ebben a darabban, és úgy érzem, hogy tényleg nagyon fontos, hogy egy darab után a nézőkben olyan benyomások is maradjanak, amiket, hogyha hazavisznek, akkor tudnak még rajta gondolkodni, rágódni, akár másokkal is beszélgetve ezen. Tehát éreztük, hogy nagyon jókat nevetett a közönség, tehát ez is nagyon fontos számunkra, de azért az is, hogy egy mélyebb mondani való is azért megragadja az embereket akár. Keresenek maguknak már dögöt. Hát igen, senki sem mondta, hogy könnyű lesz megtenni. De ne menjenek messzire, reklám után harakiri! Ennyi! Mi a fasz képzelsz magadról? Aláírtad a szerződést, hogy megtöbb lesz a... A család, a barátok, a falu és a média haszont húzott a blondingás pár halálából. A Finito című vígjáték premierje Topolyán volt. A közönség nagy tapssal jutalmazta marásokat, és sok benyomással hagyták el a mozitermet.